A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Köszönteni jöttünk, és egy kicsit tartozunk azzal, hogy beszélgessünk a turizmusról, hiszen valljuk meg, április van most már, és én azt gondolom, hogy Székesfehérváron nagyon-nagyon fontos a Székesfehérváron élőknek is, hogy hova lehet menni, miként, és hogyan lehet nívós programokhoz hozzájutni. Mielőtt azonban erről esne szó, a hagyományoknak megfelelően február 1-én rendezték meg a Budapesti Kongresszusi Központban a Turizmus Kft. Által szervezett 31. turizmus évadnyitó gálát. És hát az egyik legfontosabb esemény a 10. alkalom elkészült Top 50, a Turizmus 50 fontos szereplője című kiadvány bemutatása volt. És a legnagyobb örömünkre immáron negyedszer a Fehérvár Travel ügyvezető igazgatója Ribi Péter 2017-20-23 és után negyedik alkalommal szerepel a szakmai zsűri által összeállított top 50-es listában. Hozzáteszem, ami még inkább fontos, hogy egyedüliként a kizárólag körutazásokra specializálódott utazási irodák közül. Ehhez egyébként gratulálok. Köszönöm szépen. Mindannyiunk nevében, akik már jártunk a Fehérvár Travellel valahol. No, milyen érzésekkel, gondolatokkal értesültél, hogy ismét bekerültettek ebbe a top 50-be? Kérdezem ezt azért, mert itt a hosszas felsorolás nélkül azért mondom, hogy itt a szépművészeti, tehát a múzeumok, a szépművészeti múzeum, gyógyfürdők, Hungexpo, Pannonhalmi főapátság, aztán a befektetők, a gasztronómia, a közlekedés, különböző képviselői mind-mind bekerültek ebbe a top 50-be, tehát ez egy remek 50-es csapat. Igen, hát nyilván örültünk neki, hogy elismerik a munkánkat Budapesten a Turizmus Kft-nél is, illetve hát ugye a különböző szakmai szervezetek vezetői ültek össze, és ők válogatták ki ezt az 50-es listát. Utazási iroda vezető, azt hiszem, hogy 4 vagy 5 került be összesen, hát mindenképpen egy rangos elismerésnek számít. Mennyire jelent ez megerősítést egy ilyen népszerű, de nagy kihívásokkal küzdő utazási iroda számára? Egy ilyen elismerés, illetve személy szerint miként gondolkodsz erről? Hiszen... Hát ugye először is, bár név szerint én kaptam, de hát fontos azért hozzátenni, hogy igazából nyilván a Fehérvár Travel, hiszen itt körülbelül 100 ember munkája van abban, még talán több is, 120-130 ember munkája van abban a dologban, aminek én vagyok a vezetője, és hát nagyon sok ember kiválóan dolgozik. Mi ugye körutazásokra szakosodtunk, köztudott, hogy a körutazásokat viszonylag nehéz szervezni a nyaralásokhoz képest, hiszen itt minden nap más és más programok vannak, sokszor naponta változnak a szállodák, ezeket lefoglalni, a legideálisabbakat lefoglalni, a legjobb idegenveltőket megtalálni mindenhova, a sofőrjeink, hogy ismerjék az útvonalat, stb. Tehát azért ez egy nagyon sokrétű munka, illetve hát manapság még az is hozzájárul, hogy mivel egyre nő a turisták száma évről évre, nagyon-nagyon sok nevezetességet előre foglalni kell. És hát bizony ez se egyszerű, mivel hát mondjuk egy konkrét, mondjuk mondok egy dolgot, hogy Angliába teszem azt a Tower, hát a világ minden részéből, a világ összes országából szeretnének oda menni a turisták, tehát ezt sokszor már fél évvel vagy egy évvel az utazások előtt el kell kezdeni tehát foglalni, hogy minden passzolja. Ez nagy kívás mindenképpen. Ugye említetted, hogy az utazás környéken igen, az IBUS, az OTP Travel, a Hotel Premium Group tulajdonosa, a Sun and Fun Holidays, és a Szállás Group vezérigazgatója vehette át még ezt az elismerést, tehát ez egy veretes névsor annyi szent. Mi a kihívás most, hogy a 21. századi igényeknek megfelelő utakat szervezzetek?
Tehát ugye vannak legendás utak nyilvánvaló. Ezek közé tartozik értelemszerűen Anglia, de ide venném ilyen Spanyolországot, Franciaországot, Olaszországot, és így tovább. Mi a döntés alapja, és hogyan sikerül ezeket úgy megszervezni, hogy valóban elégedett legyen mindenki? Hiszen azt például tudjuk, hogy ha Olaszország és Róma kerül szóba, akkor értelemszerűen Szentpéter tér, és így tovább, és így tovább. De hogyan lehet ezt úgy színesíteni, illetve kiegészíteni, hogy mindenki elégedett lehessen? Hát igen, ugye nagyon sok törzsutasunk van, akik némelyik már akár 40-szer vagy 50-szer, sőt olyan is van, hogy már 100-szor vett részt az utazásainkon, tehát mindig meg kell újulni, mindig kell új úti célokat ajánlani. Azt hiszem, hogy jelenleg kb. Olyan 160 féle úti célunk van. Ezek között egy csomó olyan hely is, ami nem szokványos, tehát nem egy Róma, egy Verence, Firenze, hanem teszem azt Olaszországnak az Umbria nevű régiója, ahol a legtöbb ilyen középkorból itt felejtett kis városka található, de ezek közül maximum egy-kettő ismertebb. Ennek egyébként az is az előnye, hogy ilyen helyekre is szervezünk, hogy ezeken a helyeken általában sokkal kevesebb turista van, mint mondjuk Rómában, vagy Firenzében, vagy Velencében, tehát sokkal kellemesebb a látnivalóknak a megtekintése. Sajnos az igazán frekventált helyeken a rengeteg turista már zavarja egymást. Tehát vigyelni kell arra, hogy egy körutazáson mire vágynak mostanában a 21. század emberei? Hát én nem hiszem, hogy ez így most attól függ, hogy 21. század vagy 20. század. Mindenhol igyekszünk kiválogatni a leglátványosabb nevezetességeket, és hát úgy összeszervezni őket, hogy ne legyen túl fárasztó, de ugyanakkor tartalmas is legyen. Nyilván ez nem egyszerű, mert egyik embernek, ami sokad, a másiknak lehet, hogy kevés, de hát azért úgy próbáljuk az arany középutat megtalálni. A körutazásban önmagában a névben is benne van, hogy miről szól. Miért döntöttek a körutazás mellett, hiszen a körutazás és a nyaralás két különböző dolog, én azt nagyon is jól tudom, de ti az elsőre esküsztök. Igen, hát annak idején, mikor alakultunk 1996-ban, tudni kell, hogy én idegenbeletű voltam, elég sok helyen jártam előtte, idegenbelettem, és hát így szinte adódott, hogy olyan helyeket teszünk be a programba, ami hát így kapcsolatban van az idegenbeletéssel. Nyilván a körutazások során fontos az idegenbeletés, nem a nyaralás során. Illetve hát itt könnyebb volt betörni a piacra. Ismeretlen iroda, ugye valami újat kellett kitalálni, és hogyha csak ezeket a szabványnyaraló programokat szervezzük, az valószínű sokkal nehezebb lett volna. Ennek a betörésnek voltak kulcspillanatai? Hát igen, ugye azt tudni kell, hogy az, hogy befizessenek egy-egy utazásra, az mindig a bizalom kérdése. Most új, ismeretlen utazási irodaként még nem lehetett bizalom. Ezért például nagyon fontos volt, hogy már az első, 1996 volt az első évünk, már késő ősszel sikerült elérni, hogy egy viszonylag nagynak számító budapesti utazási iroda betette a programjaink egy jó részét a saját katalógusába. Nyilván ezért magas jutalékot kellett adni, de akkor is megértem, mert így összejöttek a csoportok, és elindulhattunk, megismerhették a nevünket. Tehát ezek voltak a kapcsolódási pontok. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy miként lehet olyan idegenvezetőket, munkatársakat toborozni, akik magas szinten, az elvárt magas szinten teljesítik mindazt, ami ma már természetesnek tűnik, miközben egyáltalán nem az. Igen, hát a körutazásoknál talán a legfontosabb tényező az idegenvehető. Egy jó idegenvehető egy rossz programot is fel tud turbózni, illetve fordítva is igaz, egy jó programot egy gyengébb idegenvehető el tud szúrni. Hát ez nem volt egyszerű az elején, valóban hirdettünk itt Székesfehérváron. Többnyire milyen akkor végzett egyetemi diplomával rendelkező fiatalok jelentkeztek, és akkor hát nem élesbe vetettük be őket, hanem eljöttek egy betanuló útra. Tehát ugyanazt az utazást megnézték. Azt tudni kell, hogy az első évben összesen 9 csoportunk jött össze, abból 8-nak én voltam az idegenvehető jobb ilyen, mert más idegenvehetőket nem nagyon ismertünk, aztán hát így fokozatosan kiépült ez a csapat.
aztán egy 3 év múlva, amikor már ismertebbek lettünk, akkor már megfordult a helyzet, akkor jöttek, egyre többen jelentkeztek, hogy szeretnének nálunk idegenvezetni. Tehát ez áttörést is jelentett mindenképpen. Hát, igen, igen. Ugyanakkor fontos, hogy mivel utazik az ember fia, illetve hiszen ez egy alapvetés. Tehát sikerült egy olyan bázist kiépíteni az utazási körülmények javítására a 21. század, megint azt mondom, ami elfogadható, és ha nem is luxus, de kényelmes. Most itt a buszokra? A buszokra is gondolok, igen. Igen, hát végig arra törekedtünk, hogy színvonalas buszokat béreljünk, eleinte béreltük a buszokat, illetve hát a legjobb sofőröket próbáltuk kiválasztani, mert az is nagyon-nagyon fontos egy körutazásnál, hogy mindenhova egyből oda találjon, ne legyen felesleges kevergés, minél közel vigye a meglátogatandó nevezetességekhez az utasokat. És aztán később, mikor már még jobban megerősítünk, akkor saját buszokat kezdtünk el vásárolni. Azt hiszem, hogy 2006-ban jött az első 2, most jelenleg már 15-49 személyes busznál tartunk. Törekszünk arra, hogy minél fiatalabb buszok legyenek, általában újonnan vásároljuk a buszokat, és amikor elér kb. Ilyen 8-9 évet, akkor eladjuk őket, és akkor frissítjük az újakkal, úgyhogy az idei évre is 3 új busz került a portfólióba. Miként sikerült kapcsolódási pontokat kiépíteni a célországban dolgozókkal, hiszen ez szintén nagyon-nagyon fontos. Igen, hát ugye alapjában kétféle megközelítés van az ilyen közelebbi utazásoknál, illetve az európai utazások nagyobb részénél közvetlenül foglaljuk a szállodákat. Régen még általában az volt a jellemző, hogy el kellett menni megnézni őket ahhoz, hogy eldöntse az ember, hogy az tényleg megfelel az igényeknek. Jó, itt most nyilván különbséget kell tenni, nem mindegy, hogy egy éjszakát alszik ott a csoport, vagy 4 éjszakát, vagy egy hetet, de a fontosabb szállodákat azt mind igyekeztük megnézni. Ma már ez kevésbé fontos, hiszen az interneten annyiféle értékelés van ezekről a szállodákról, hogy az alapján azért úgy viszonylag jól eldönthető, bár nyilván ami aztán tényleg mondjuk, ahol nagyon-nagyon sok csoportot küldünk oda, azért még mindig elmegyünk megnézni. Szóval az európai utaknál a döntő többségét közvetlenül foglaljuk a szállodát, a távolabbi utaknál viszont inkább az a jellemző, hogy van egy helyi beutaztató utazási iroda, aki ott helybe tulajdonképpen intézi nekünk a dolgokat, tehát foglalja a szállásokat, a nevezetességeket, biztosítja a helyi idegenvehetőt, az étkezéseket, foglalja, stb. Hát ezek pedig többnyire úgy, ezekkel többnyire úgy kerültünk kapcsolatba, hogy van egy ilyen nagyon nagy utazási kiáltás Berlinben, ez az ITB, ez a világ legnagyobb utazási kiáltása, és oda eljönnek a világ minden részéből, a világ összes országából ezek a beutaztató utazási irodák. Ezzel mindig részt veszünk mi is látogatóként, és akkor többnyire a kapcsolatok többsége itt kezdődött. Én azt gondolom, hogy nagy kihívás megnyerni olyan helyi idegenvezetőket, akik aztán a későbbiekben, természetesen hiszen ők otthon vannak, kapcsolódnak az utazási irodához, tehát munkatársá válnak. Hát igazából őket ugye többnyire a helyi utazási iroda biztosítja, meg azért azt is hozzák, persze nagyon fontos, hogy jó legyen a helyi idegenbeltő, de erre főleg akkor helyezünk nagy hangsúlyt, mikor tőlünk mondjuk olyan idegenbeltő megy, aki még nem sokszor vitte azt az utat. Ha már többet szervisz valaki mondjuk egy brazíliai utat, vagy egy mexikói utat, akkor igazából a helyi idegenbeltőnek már csak az a szerepe, hogy segítsen neki, meg már kötelező. Tehát ezekben a távoli országokban többnyire kötelező a helyi idegenvezető. A mi idegenvezetők már nagyon jól ismeri, fölösleges húzni az időt a fordítással, ő beszél, meg ő intézi a programot, de ott van vele végig a helyi idegenvezető, aki besegít. Egyébként mennyit változtak az utazási szokásaink? Tehát ezt tulajdonképpen magamtól is kérdezem, mert mi is változtunk. Egyre nagyobb igény van a repülős utazásokra. Nálunk hát olyan 60-40% szerintem, tehát a csoportok számát, ha nézzük, 60% a buszos, 40% a repülős.
de árbevételben nyilván jóval nagyobb a repülősök részaránya, hiszen egy átlag repülős utazás sokkal többe kerül, mint egy átlagos buszos. És ha úgy nézzük, hogy Európa tengeren túl? Hát úgy azért mindenképpen Európa vezet egy ilyen 70%-kal szerintem, de ugyanakkor mind az öt kontinensre utaztatunk. Igazából a legtöbb olyan országban, ahol igazán érdekes kulturális látnivalók vannak, van azért még néhány, ami hiányzik, úgyhogy... Tehát még... vannak még felfedezendő területek. Hát persze. Melyek a kult utazások mostanság? Milyen utazás? Kult. Tehát úgy mondom, hogy a kiemelten népszerű utazási. Aha. Hát, hál' Isten a többsége népszerű, de hát, hogyha párat ki kéne emelni, mondjuk a tengeren túliak közül, akkor Mexikót mondanám, akkor Vietnámot, Maláziát, Japánt, hál' Isten az Ausztrália, Új-Zéland utunk is népszerű, Dél-Afrikába is elég sok csoportot utaztatunk, Marokkóba, hát talán így ezek. Igen, tehát akkor Észak- és Dél-Amerika nyilván, és Afrika. USA-ba oda többféle utazásunk van, külön keleti part, van nyugati part, van vadnyugat, van Florida, ezek is, hála Isten, nagyon gyorsan megtelnek. Tehát ezek nagyon fontosak. Afrika felső része, gondolom, Észak-Afrika hát, leginkább. Igen, hát ugye Közép-Afrikában azért nem sok látnivaló van. És hát Európa. Európa pedig hát nyitott mindenki előtt. Én azt gondolom, igen, hát, hogy ez nagyon fontos. Igen, hát magasan Európában van a legtöbb látnivaló, hogyha így a kontinenseket hasonlítjuk. Tehát ha valaki ilyen címeket elér a munkatársaival együtt nyilván, akkor jogos a kérdés, hogy van-e még hova fejlődni? Tehát vannak-e még olyan fehér foltok, amelyeket első számú vezetőként mindenképpen szeretnél megvalósítani? Igen, hát ahogy az előbb is mondtam, vannak még felfedezetlen területek. Nyilván csak úgy fokozatosan lehet, tehát amikor már ilyen nagyon sok út van, azt is figyelembe kell venni, hogy győzni kell. Tehát mind munkatársakkal, mind idegenvezetőkkel, mind gépkocsivezetőkkel. És hát különösen mostanság, mikor ennyire megindult a turizmus, majdhogy nem mondjuk úgy, hogy az utazási irodák jelentős részének jól megy, akkor nyilván azért nem egyszerű jó kollégákat, jó idegenvezetőket, jó sofőröket találni. Tehát terjeszkedni csak kisebb léptékben lehet, úgy gondolom, és hát ezt is próbáljuk. Tehát nem úgy van, hogy most egy évben 20 féle új utazásunk van, hanem mondjuk 4 vagy 5 féle. Ennek tükrében nehéz volt túlélni a Covid-járványt? Hát ez nem volt egyszerű, de hál' Isten voltak bőven tartalékaink, úgyhogy túl vagyok rajta. Meg hát inkább így pszichésen volt ezt nehéz feldolgozni, hogy gyakorlatilag beindult az év, millió egy jelentkezés érkezett, és akkor eltelt 2 hét, és akkor ugyanez a jelentkezőknek a döntő többsége megírt a lemondó levelét, hogy nem akar utazni, és akkor ugye az volt a dolgunk, hogy a lemondások adminisztrációját végezzük. Megállt az élet, hát nyilván a kollégák egy részét hazaküldtük, nekik azért sokaknak pszichésen megterhelő volt, de hát aztán hál' Isten nyilván megoldott. Nyilván a pszichésgát, ez fontos volt nagyon. Beszéljünk a korosztályokról. Általában a fiatal korosztály, tehát a 20 évestől egészen a nyugdíjas korosztályig nézeted szerint hogy oszlik meg a turisták zöme? Hát nálunk többségben vannak az 50 éven felüliek, mondjuk úgy, hogy magasan többségben, de még talán a 60 év felettiek is többen vannak, mint a 60 év alattiak. Hát ez jellemző mindenfele a világon, hogy mikor már ugye kirepülnek a gyerekek, meg anyagilag is jobban állnak a felnőttek, akkor indulnak ilyen nagyobb felfedező utakra. Vannak azért fiatalok is néha, főleg az egzotikus desztinációkra, ahova mondjuk egyénileg kevésbé vállalkoznak, és akkor velünk utaznak. Vagy például az ilyen kommerszebb desztinációkra viszik a gyerekeket, mondjuk egy Velencébe, vagy Párizsba, vagy Prágába, főleg a nyári szünetben, vagy a szünetekben, a tavaszi-őszi szünetben van sok ilyen, de az alap ez az 50 év feletti. A versenyen túl van összefogás az utazási irodák között?
Tehát szakmai tapasztalatokat megosztjátok egymással? Hát igen, ugye van a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, az rendszeresen szervez különböző programokat, ilyen vacsorásteket, vagy most is lesz például egy közgyűlés a jövő héten, és akkor találkozunk a többi utazási iroda vezetőivel. Hát akiket ismer az ember, nyilván azzal beszélget. Régebben jellemző volt az is, hogy arról is egyezkedtünk, hogy ha nem lesz tele a csoport, hogy akkor teszem azt, összefogjuk, és akkor közösen indítjuk el. De manapság most annyira sokan akarnak utazni, hogy most már kevésbé van szükség. Tehát nyilvánvaló, hogy így is úgy is megtelik a busz. Hát igen, igen, igen. Hát nálunk most ezen a, vagy ebben az időszakban, ugye decembertől február végéig hirdettük meg az idejének az utazásait, és gyakorlatilag február elejére a helyeinknek olyan 90%-a körülbelül megtelt. Így azért ez megerősítést jelent. Így október végéig nézve, igen, igen. Hát. Sőt, hát inkább abból volt a probléma, hogy nagyon soknak nem tudtunk helyet adni, és hát azok kritizáltak minket, hogy hát nem jól csináljuk, stb. De hát most, ha belegondolunk, hogyha 40 helyre 100-an akarnak jelentkezni, akkor akármit is csinálunk, ott 60 utas kényelmetlenül, vagy hát nem fogja jól érezni magát, tehát sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát a múlt és a jelen összekapcsolva fantasztikus. Milyen jövőképe van a Fehérvár Travelnek? Hát mondom, vannak még új destinációk, illetve hát van nekünk egy alapítványunk, ott is szeretnénk még tevékenykedni, új dolgokkal segíteni a rászorulókat. Itt a sofőrjeink is szeretnék, ha minél jobb, minél színvonalasabb buszokat tudnánk vásárolni. Hát ennek igyekszünk megfelelni természetesen, ahogy az anyagi lehetőségek adják. Nos, hát én a minden utazó, minden Fehérvár Travelt választó, ügyfél, utazni vágyó nevében köszönöm a munkátokat, köszönöm a te személyes munkádat is nyilvánvaló, és hát megerősítésként mondhatom, hogy akikkel én beszéltem, és Fehérvár Travel utazást választottak, mindenki elégedetten, ahogy tetszik, ötösre, ha nem is csillagos ötösre, de mindig ötösre értékelte ötből az utakat, és hát én azt kívánom a munkatársaidnak és neked is, hogy ez folytatódjék, mert azért Európa, vagy Amerika, vagy Afrika, vagy Ázsia nyitva áll előttünk, és ez így van rendjén. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a Fehérvár Travel igazgatója Ribi Péter volt a vendégem, aki ebben az esztendőben is átvehette a top 50-es lista mértén azt az elismerést, amelyet a budapesti kongresszusi palotában a Turizmus Kft. Adományozott idén februárban, immáron egyszer. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ne feledjék utazni jó. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.